A Tolna megye értékeit felvonultató Vára megye címet viselő rendezvény kettős céllal szerveződött. Egyrészt találkozási lehetőségeket kínál a települések vezetőinek a napi rohanás melletti beszélgetésre. Másrészt, és ez a fontosabb, egyfajta mustra ez, mindarról a megszámlálhatatlan értékről, melyet Tolna megye hordoz. A helyi értéktárbizottságok hatékony működésének eredménye, hogy az országos rangsorban Magyarország legkisebb megyeje a harmadik helyet foglalja el az összegyűjtött értékek tekintetében. Tolna városa nem panaszkodhat ebben a sorban, olyan kimagasló egyediségekkel van megáldva, mint a Dunapart, a Havánkerámia vagy a Kékfestő. Minden évben, mióta ez megrendezésre kerül, nagy örömmel fogadjuk el a megyei önkormányzat meghívását. Szerintem nagyon fontosnak tartom azt, hogy a saját értékeinket bemutassuk először Tolnán, aztán bemutassuk őket Tolna megyébe, és nyilván, ha van mód arra, akkor ezt akár országos vagy nemzetközi szinten is. Én azt gondolom, hogy Tolnán vannak olyan értékek, amik igenis akár országos szinten is megállják a helyüket. Értem ezzel a például éppen azt a tolnai kékfestő műhelyt, akik Tolna városi kitüntető díjat kaptak ebben az évben, és most is fognak kapni valami díjat. Illetve a Versegi Ferencnek a Habán kerámiái, ami szinte egyedülálló az országban. Tehát én azt gondolom, hogy ez a két olyan hagyomány, nagyon-nagyon régóta őrzött tolnai érték, amit mindenképpen meg kell mutatnunk, és lehetőség szerint tovább kell vinnünk. Most a tolnai kékfestő műhelynél, ugye az 1800-as évek óta működő, az ország legrégebbi működő kékfestő műhelye, nagyon örülök annak, hogy már több generáció óta viszi tovább a család, és a fiatalok is ezt viszik, tehát hogyha szerencsénk van nekünk tolnaiaknak, akkor ezt is tovább fogják vinni még, majd az ő gyermekeik is. A viselet bemutatónál pedig a mözsi viseletet mutatták be a mözsiek. Én azt gondolom, hogy mivel Tolna és Mős szerves részei egymásnak, nagyon fontos az is, hogy a mözsi értékeket ugyanúgy számon tartsuk, mint a tolnaiakat. Tolnán nincs értéktárbizottság szemben a megye több településével. Itt egy civil szervezet vette gondozásába az összegyűjtött értékeket. A Tolnai Városszépítő Alapítványt bíztuk meg ezzel a feladattal. Itt nagyon-nagyon lelkismeretes munkát végeztek. Tavaly Bogyiszlón kisemelték őket, hogy mennyire fantasztikusan végzik ezt a feladatot. És nagyon odafigyelnek arra, hogy akár gasztronómiai, akár népművészeti, akár építészeti emlékeket, vagy értékeket beemeljenek ebbe az értéktárba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi jól állunk ezen a ezzel a feladattal mi jól állunk, és én azt remélem, hogy mindig lesznek fiatalok majd, akik ezeket az értékeket őrizni fogják és továbbadni. Én azt gondolom, hogy amíg vannak kevesen is, de vannak, és úgy látom, hogy vannak egyébként Tolnán és Mözsön olyanok, akik ezeket az értékeket fontosnak tartják és tovább fogják örökíteni, azon dolgozni kell, hogy ezt mindenki a sajátjának érezze. Tehát Tolna város önkormányzata is, és én is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezeket a hagyományokat tovább vigyük. Teljesen mindegy, hogy ez nemzetiségi érték, vagy épített érték, vagy népművészeti érték, vagy viselet, vagy bármi más. De például néhány évvel ezelőtt a tolnai receptkönyvet is azért adtuk ki, hogy ezeket az értékeket be tudjuk mutatni. Ez a kiadvány ez nem csak recepteket tartalmaz, hanem tolnai történeteket is, hiszen azok is fontosak. Meg kell találni valahogy azt a pontot a gyerekek, fiatalok figyelmében, amit hogyha odafigyelünk rá, én azt gondolom, hogy ha mi magunk fontosnak látjuk, és a gyerekeinknek ezt tovább tudjuk adni, akkor én remélem, hogy ők is fogják majd főzni a tolnai krumplinoklit, tudni fogják, hogy a tolnaiak miért sárgalábúak, meg fogják őrizni és fel fogják ismerni a tolnai templomot, a tolnai kékfestők munkáját, a Versegi Ferinek a Habán kerámiáját és a mözsi viseletet, a mözsi klumpát. Tehát vannak olyan értékek, amit mi őrzünk, és remélem, hogy a gyerekeink is ezt fogják tenni. Van Tolna megyében egy olyan különlegesség, és hát a mi megyénkben nem csak egy, mert a Duna mentén még odébb is található ilyen, amilyen az országban már nem sok, fél tucatnyi jó, ha van, és ilyen a tolnai kékfestő műhely, amelyet ezennel ugyancsak a tolnai kumok közé
emelt a bizottság, illetve elnök úr